Olaszország az ínyencek és a sztárszakácsok országa. Aki itt akar séfként érvényesülni, annak bizony sok akadályt kell leküzdenie. Viktor Golubi különösen nehéz utat járt be. 2000-ben érkezett Olaszországba a Kongói Köztársaságból, menekültként. Mosogatással kezdte, és onnan küzdötte fel magát a csúcsra. Most már saját vállalkozása van, és az ország elismert sztárszakácsa lett. Egykori menekültből olasz sztárszakács. Úgy hangzik, mint egy igazi tündérmese, amely Viktor Golubi számára valóra is vált. De hogy sikerült neki az ínyencek országában színes bőrű sztárszakácsként érvényesülnie? Mindenek előtt kitartással. Talán ez volt a legfontosabb. És a méltóság. Soha nem hagytam, hogy állatként bánjanak velem. Mert ha ezt egyszer elfogadod, akkor feladod a harcot. Viktoárt kreativitása tette híressé, ahogy az afrikai konyhát a mediterránnal ötvezi. Hosszú és küzdelmes volt az útja idáig. A ranglétra aljáról kezdtem. Először tányérokat mosogattam, majd szépen lassan haladtam felfelé. Amikor megérkeztem Olaszországba, pénzre és szállásra volt szükségem. És egy étterem konyháján kívül hol máshol találtam volna olyan munkát, ahol minden nap tudok dolgozni. Viktor testvérével együtt menekült el a háború elől a Kongói Köztársaságból. 2000-ben érkezett Olaszországba, 2014-ben pedig már saját vállalkozást tudott indítani Milánóban. Mégis úgy érzi, nehezen fogadják még el a szakmában. Az egyik helyen még mosogatni is elküldtek, pedig én voltam a főnök, de megcsináltam. Sei donna, e sei nera. Mert ha fekete vagy és afrikai nő, az olyan, mintha a Mount Everestet akarnád meghódítani. Másoknak két lépés, de neked 10. Különleges ételeihez néha extra beszerző körút szükséges. Főző banánt és manióka gyökeret például nem mindenhol kapni. Viktor most a konyhájára jellemző három fogásos vegetáriánus ételt főz nekünk. Manióka tésztából készítek krokettet, manióka keményítőből cannoli tekercseket. Con l'amido del tubero di manioca. És burgonyából és fűszernövényekből egy habszószt. Con le patate erbe aromatiche. A főétel olasz brokkoli, zöldséges magyarókrémes szósszal és hozzá egy tradicionális afrikai körettel. Ez egy mogyorószósz. Ez kerül a kókuszolajban sült zöldségre, és hozzá egy püré főzőbanánból, amit kézzel eszünk. A desszertet is főzőbanánból készíti. Vékony oszcsalapokat készít belőle. Ez kerül a hibiszkuszvajas fehér csokoládé krokantra. Folyamatosan tanulmányozni kell az összetevőket, azok tulajdonságait és komplexitását. Nálam a hozzávalók a legfontosabbak. Ha nem ismerem őket pontosan, nem tudok velük főzni. Viktor munkájával az afrikai konyhát szeretné ismertebbé tenni az egész világon. Ezt tekinti küldetésének. A főzés Afrikában nem szakma. Azt szeretném az emberek felé közvetíteni, hogy a főzés sokkal több, mint házi munka. Ez egy mesterség. Afrikában pedig rengeteg remek recept van. Viktor csapatával rendezvényekre és zárt körű partikra is rendszeresen főz. A többi között olyan sztároknak, mint a szupermodell Naomi Campbell. De Viktor szeretne visszaadni valamit hazájának is. Álma egy főzőakadémia alapítása az afrikai kontinensen.